Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. A B feladatban az R függvénynek kell megadni a szélső értékeit. Oké, tehát akkor megint csak az lesz a lényeges, hogy a végén majd ténylegesen, ha a függvénynek persze van a maximum minimum, akkor meg is kell mondani, hogy mennyi ez a maximum minimum érték. Jó? De hát az első lépés az úgyis az, hogy megnézzük, hogy vannak-e egyáltalán kritikus pontok, ahol ugye a parciális deriváltak mind a kettő nulla, azaz szükségünk van a parciális deriváltra, elvesző, és akkor P szerint, hogyha deriválok, hogy akkor itt P-szer Q van, tehát akkor az Q plusz 2, itt pedig ugye van mínusz ln, tehát akkor az ott lesz 1 per P négyzet szer Q, szorozva, hát ugye P négyzet Q-nak a P szerinti deriváltjával KP Q-val. Oké? Már most lehet, hogy ez egy kicsit úgy nehéznek tűnik, azért esetleg, hogyha javasolhatom, hogyha valaki átél, hogy ln P négyzet Q, az, hát a P és a Q pozitív abban az esetben, akkor ez írható persze nyilván, ebből persze következik, hogy a Q az pozitív, plusz ln Q alakban, ez pedig itt, hogyha T ténylegesen P pozitív, annak azért ln P plusz ln Q-t fogja adni, azaz valóban ez a derivált nagyon le fog egyszerűsödni, Q plusz 2, jól láthatóan itt Q-val is lehet egyszerűsíteni, P-vel is lehet egyszerűsíteni, tehát ez itt nem lesz más, hogy mínusz 2 per P. Ugye? Itt van ennek a P szerinti deriváltja, akkor 2, szorozva 1 per P-vel. Jó, csak ebből itt van még egy mínuszunk, azért vagy tudod, 2 per P. Tehát elvesző Q, akkor ugye itt ez P, ennek nulla, és hát ugye megint csak meg lehet így is csinálni, de hogyha itt ezt elnézünk, hát akkor látjuk, hogy ez itt ugye mínusz 1 per Q-t fog adni. Tehát annak 1 per Q, csak itt van a mínusz előjön. Tehát megvannak ezek a parciális deriváltak, és akkor az egyenletrendszerünk az nem más, mint Q plusz 2 mínusz 2 per P egyenlő nulla, illetve P mínusz 1 per Q egyenlő nulla egyenletrendszert kell megoldani. Na most a másodikból persze azt kell, hogy P egyenlő 1 per Q-val, amiből persze az is következik, hogy P szer Q egyenlő 1. Ezt igazából a későbbiek során fogom használni, hogy a szorzat 1. De akkor ezt visszahelyettesítve a P helyére az első egyenletbe. Most a P az ott reciprokban szerepel, tehát akkor itt akkor az 1 per P egyenlő Q-val helyettesítjük be. Tehát akkor itt lesz Q, meg 2, mínusz 2 per P, tehát akkor itt ez ugye mínusz 2 lesz hozzá, mínusz 2 Q egyenlő 0, egyenletet adja. Tehát itt akkor Q-ból 2 Q az 1 Q, 2 mínusz Q egyenlő 0-val, tehát Q egyenlő 2. Ezt visszahelyettesítve, akkor természetesen P egyenlő lesz, azt kapjuk, hogy egyenlő 1-2-tel. Ugye? Tehát a szorzatok egy. Onnan is lehet tudni. Tehát akkor egyetlen egy kritikus pontunk van, az M, hát az egyen jelöl a P, ugye az első koordináta, tehát akkor 1-2-t kell, hogy írja. Tehát van kritikus pont, ahol a függvénynek lehet szélső értéke, hát hogy van-e vagy sem. Azt nézzük, ugye ahhoznak eldöntésére szükségben a D kifejezésre, tehát azaz a magasabb rendű parciális deriváltakra, E2PP, és akkor derüljünk tovább P szerint, mínusz 2 per P-nek a deriváltja, hát ugye mínusz 2 per P deriváltja, az ugye mínusz 2-szer P a mínusz elsőnek a deriváltja, az mínusz 2-szer P a mínusz első, az mínusz 1-szer P a mínusz másodikon, tehát ez nem lesz más, hogy mínusz miatt az plusz 2 per P négyzet. Jó? Tehát akkor ennek 2 per P négyzet, R 2, ugye P Q, tehát hogyha ez Q szerint, akkor ugye egyet kapunk,
természetesen, hogyha ezt P szerint, akkor is ugyanezt az értéket kapjuk. Ugye ezt nekünk a vegyes parciális deriváltak megegyeznek. És jön az R2QQ, tehát ugye Q szerint kell deriválnunk még egyszer ezt. Ez a mínusz 1 per Q, hát akkor természetesen ehhez hasonlóan azt fogjuk kapni, hogy ez itt egyenlő lesz 1 per Q négyzet. Jó. Akkor megvan ez a kifejezés, majd a D kifejezés, akkor ezek alapján nem lesz hasonló, ennek a kettőnek a szorzata. 2 per P négyzet szorozva 1 per Q négyzettel, és ebből ki kell vonni ugye ennek a négyzetét, tehát akkor azt kapjuk, hogy mínusz ugye 1 négyzet, azaz 2 per P négyzet Q négyzet mínusz 1-ünk van. Jó? Oké. Okay. Na most a pontban, tehát az M1, 1-2 pontban, hogyha kiszámoljuk a, ennek a D-nek az értékét, D kifejezésnek az értékét, ugye akkor P helyére kell beírni az 1-2-et, a Q helyére a 2-t, tehát ugye ez kerül a P helyére, ez kerül a Q helyére, tehát ahogy mondtam, igazából, hogyha megnézzük itt, ugye, és ezt úgy írom, hogy 2 per P-szer Q a négyzeten, és ebből vonok egyet, ugye itt ebben a pontban P-szer Q egyenlő 1. Tehát ez itt 2 per 1 mínusz 1. Jó, hát van nélkül is, mert lehet értesetlen, hogy ez itt 1 négyed, szorozva 4-en, persze, hogy akkor az 1 lesz. Jó? Tehát azt kapjuk, hogy ez a D, ez ugye 2-ből 1, 1, vagyis ez 1. Pozitív szám, amiből következik, hogy igen, ebben a pontban van szélső érték. Na most az R2PP, R2, tehát a függvénynek P szerint vett másodrend, ugye tiszta parciális deriváltja, az a 2P négyzet, de ezt kell most az 1-2 helyen kiértékelni, tehát ugye a P helyére ide be kell érni, az 1-2-et, ez 2 per 1-2-et a négyzeten. Most alapvetően nem baj, hogyha nem tudjuk kiszámolni, hiszen nekünk csak az a kérdés, hogy ez pozitív vagy negatív, tehát ugye 1-2-et, a négyzeten az 1-4-ed, törtel nem osztunk reciprokkal számon, szorzunk, tehát akkor ez itt 8 lesz, de alapvetően ugye nekünk bőven egészen pozitív, ez is pozitív, tehát ez itt egy pozitív mennyiség, azaz ez alapján, hogyha ez pozitív, azt kapjuk, hogy ugye a van szélső érték és az minimum, minimum hely, tehát ez itt ez a pont minimum hely, és az értékre van még szükségünk, tehát ugye mert itt van érték, szélső értékét kell függni, tehát a függvényt ki kell értékelni az 1-2-2 helyen. P-szer Q szerepel itt, tehát ez nem lesz más, mint ugye, hát ugye pont ezen a helyen 1-2-2 az 1, meg 2-szer P az 1-2-t, ugye 2-szer 1-2-t, az is 1 lesz. Van mínusz, ellen, hát P négyzetszer Q, ugye az ellen, és akkor az van, hogy P négyzet az 1/4-szer 2, jó? Már az a Q. Most, ahogy gondolják, nyilván már lehet ebbe az alakba hagyni, de hát ez nem lesz más, mint mínusz, ugye ellen 1-2-ed, és a logaritmus tulajdonsága miatt ugye ez itt 2 a mínusz első, azaz mínusz 1-et ki lehet hozni, szorzó tényezőnek 2 plusz ellen 2 lesz a min érték, ugye ez itt lokálisan megkaptuk feladatnak a megoldását.